Englenderné Hók Ibolya, a magyarországi németek országos önkormányzatának elnöke is felszólalt az avatáson. Megemlítette, milyen meghatározó esemény volt, amikor január 19-ét a magyarországi németek elhurcolásának emléknapjává nyilvánították 2012-ben, hiszen a múlt eseményeinek hatásait mai napig érezzük magunkon. Alig van család, akit ne ért volna az egyik vagy a másik csapás. Számomra is mindig az emlékezés jegyében telik a január 19-e, és ez a mai nap is, amikor emlékművet avatunk. Mint minden alkalom, még hallom, amikor apai nagyanyám édesanyja, a húga és annak családja elűzéséről beszél, hogy 20 évvel később, 6 éves gyerekként, megismerve Németországban élő dédnagymamámat, nem értettem, hogy miért hívő minket a mi magyarjainknak, és mi őket a mi németeinknek, ugyanakkor közös nyelvet beszélünk. Még ma is hallom, ahogy a kényszermunkára elhurcolt anyai nagymamám azt mondja egy nem szeretett ételre, amit nem akartunk megenni. Megennéd te ezt még, ha Oroszországban lennél? Ez az alkalom eszünkbe juttatja azokat, akik nagy bizakodások közepette érkeztek Magyarországra, aztán kegyetlenül elűzték őket. Hangzott el Potápi Árpád János államtitkár a térség országgyűlési képviselőjének beszédében. Valamikor ezt a települést a 18. század elején újra alapították, mégpedig katolikus németek, akik olyan reménnyel jöttek ide erre a vidékre, hogy új hazát teremtenek maguknak, új hazát teremtenek azok számára, akik nagymányokon, illetve a völgységben, vagy ahogy régebben mondták, a Talmudben szeretnének élni. Felhívta a figyelmet minden népcsoport fontosságára, valamint arra, hogy becsüljük a mindennapokban az alapvető emberi értékeket. Ki mennyire szorgalmas, becsületes, ki tesz a közösségért, ki akarja azt, hogy közös hazánk Magyarország sorsa jobbá váljon, és az ország egy olyan ország legyen, amely a nemzetiségekre számít. Guta Nikó, a nagymányoki német nemzetiségi önkormányzat elnöke elmondta, mindig időszerű az emlékezés, így ez az emlékműavatás is. A nagymányoki német nemzetiségi önkormányzat tervei között hosszú idő óta szerepelt egy emlékmű állítás a nagymányokon, amellyel emlékeket állíthatunk őseinknek a nagymányoki német ajkú elhurcolt és kitelepített lakosoknak. Sokan kérdezhetik, hogy miért most? Miért ennyi idő után kerül sor egy ilyen emlékmű felállítására? Azt mondanám, sosem késő megtenni. A rendezvényt a népviselet, az énekszó és az élő zene tette kerek egészé, zárásként pedig egy szép koszorúzási ceremóniát láttunk.